Jézusom, Szanyi, jó reggelt! Fölkelt? De most dölsz visszaaludni? Szanyika, pipi húsos tászka, föl kéne kelni, dobod ki a tested, mit művelsz te a ágyba, az anyád úristenit! Ébredjél meg, Szanyika, pipi húszos tászka, dubajos hajtós teszt. Mi folyik így gyöngyös patán, nem dobod szét a szombokat. Mindjárt ott kell lenni a rádióba. Szanyika, te nem jössz az adásba? Te nem akarol az adásba jönni? Az anyád úristenit. Szanyi, lökök rád. Mit működöl? Ornyalást. Köszöntem. Te már a liftbe vagy? Hát ne haragudjál már! Hát rongyolunk a rádióba! Hát jó nézel ki! Hát olyan ide... Nézd meg, micsoda bakancsban van az édesapa! Hát Szanyika, ne rázad ki a bóhákat! Hát jó nézünk ki! Takar rádióba! Menet van, muci! Hát megőrülsz, megvadulsz! Követő rajongó, te megfogok kettőt! Ne idegesítsz engemet! Ne idegesítsz engemet, hogy te még a ágyba vagy! Taka ki a ágyból! Na, 5 óra 40 van! Hát ilyenkor a milliómos feleségek is a piacon vannak, meg a Magdusz. Szanyika, lököd be! Jézusom a riasztó! Már lököd be! Húzod ki a elektróból, hibridáljál kifelé, így mi, oda nézé. Szanyi, tesztedet lököd be! Jaj, Bubi, de rakta a bevásárló szatyrokat. Nézd, engem itt a bevásárló szatyrokat. Taka! Szanyi, ezt tette nyitott főfelé, már betetted a fáradt tesztedet a gépjárműkobe, ahogy mondtam, gyerünk, mutasd meg a követőnek, rajongónak. Egy oda, föllököd magad, igen, egyszer ide, onnan föl, taka. Justin Bieber. Hosszabb napos időszakra számíthatunk reggel, éjszakon, este, északkeleten alakulhat ki eső, zápor. Egyébként délután 9 és a 15 fok között lehet a csúcs hőmérséklet. Figyelj ide, ami nagyon fontos, tudod, hogy az orvos meteorológia a legszebb időben is tragikus helyzetet tud előidézni. Nem érkezik ugyan front, de a változékonyság miatt újabb megterhelő nap vár ránk, a macska rúgja meg. Elsősorban fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A szeles idő miatt tovább fokozódhatnak fejfájós panaszok, ingerlékenyek, fújhat közben bocsánat, nyugtalanok, stresszesebbek lehetünk, a szél miatt csökkenthet hő és komfortérzetünk. Ennyi volt, Takabanról jövünk a közlekedéssel, Zoltán. Te, ez állandóan pöröl itt velem, te nem tudod elképzelni. Egyrészt hajnalban jön haza a buliból, arról már nem beszélek. Most így beszervezett magának egy mustangot, egy piros mustanggal fognak. Szép piros. Ezt nézzek, ha most jó képű, akkor azt képzeljük, hogy lesz, nézzek. Ezzel most kölcsön kapott nagy izé mustangot, már beokízta magát itt Istvánnál, ne tudd meg. Csabit elküldöm a hét. Bubi, üljél már bele, hogy áll neked az autó, nézzek, játsz az eszét. Na, hát drága arany követő rajongó, lehet, hogy most láttuk utoljára a videóimban, mert ez már úgy lecserél engem valami roppanós Weasley-re. Nézd az öreget itt. Nézd, egy ilyen Ferrari mellé belökik az öreg cilát. Bubi, mondjad már, hogy fiatalra lecserélsz, mehetek a hizébe, ennyi volt hátulba. Tényleg hátul is van. Hát. Bubi belökött engem ebbe a piros mustangba, jött, megőrülsz, megvadultál, mert Jézusom, várjál, most indítsa. Ne, hallod, hogy búg? Hát te, mi folyik így gyöngyöspatán? Hát, ja, még annyit nem mondtam el neki. Először is Bernadett napja van, hát érted? A pupos Bernadetteket ünnepeljük sok-sok szeretettel, Szadi Nadi, érted? A Szaszpántos Nadikának is ma van a névnapja. Boldog névnapot kívánok, érted? Szaszpánti... Na, Bubika, mi le? Most... Te, de hogy ezeket te hogy intézed be magadnak, hogy te mindenhol van valaki? Nem, ezt nem hiszem el, érted? Szma... Hát... Emirates, kapcsolatok, muszta... Nem hiszem el.
Anyikám, nehezebb leszek megjáratva, mint a lucernás tehén, el tudod képzelni. Engem kilöktek a pupos izéből, piros autóbusz. Azt akarom neked. Hi. Which park? Bocsásszál már meg, izraeli ragykomagyko testvéranyái megállították, hogy milyen bulit tudok már rá. Mondom, anyukám, jól nézek, úgy nézek ki, mint aki bulizik. Már mondták, where are you from, what is your name on Instagram, I wanna follow you, minden. De nem ezt akartam, és csak fölkoztottak engem. Nézd meg, itt vagyok a Sas utcában, hogy micsoda, ki van patintva, de ezeket néznek, ezeket az erkélyt tartó kanikat, meg kisnőt, Vénuszt, meg Zeuszt, meg nem tudom mit. Álom szép ez az épület, a másik csodálatos épület, nem most ide kérlek szépen a pupos hoodie stuff, meg a Heaven költözött, ez úgy néz ki, ezt az épületet, mint egy ilyen párizsi palotta, tehát Párizsban látható te ilyen épületeket, és ezért van az az érzése az embernek, hogy Paris, hát ezért mondják Budapest azt, hogy Kelet-Párizsa, mert hogy néznek, két ilyen nagy épület között egy ilyen régi palotát ide itt hagytak, tudod, egy ilyen igazi, gyönyörű, klasszicista palotta épület, szóval egészen fantasztikus. A bejárat, az ajtó, most jó, Pupos Heaven, ez ilyen pop-up man store, de most ne azzal foglalkozál, nem ezzel az egészen. Na jó, van, rongyolok tovább, tehát millió ügyem van, tehát nekem nincs meg. Most megyek valami ebédre, hát el tudod képzelni, mert várjál, bejövök én ebbe a májét, tehát a boldogság, még mennyi van, van fél órám. Tudod mit, most van időm, most már kijöttem a bótból, érte a pupos épületből, és elhozlak téged ide a Szent István Bazilikához. Erről a múltkor már tartottam egy Cilla kultúrperceket, de bent nem voltunk. Úgyhogy most berongyolunk, ha jól tudom, egyébként márciustól vagy áprilistól lesz fizetős, de már lehet, hogy pénzt kérnek, édesem. Eddig ingyen rongyoltál a pupos katolikus templomba. Annak vége, de most tényleg van egy fél órám, és azt most ide bejárok, és bemutatom neked, hogy mi folyik itt egyébként. Ez egy kis templomnak a helyére épült. Nézd már, ott rongyónak fönt. Várja, figyeljél nagyon. Jutottunk, halál jó egyébként, még nem kell fizetni, de már az anyák ott állnak a kapuban, és az anyák teszik adományt adni. Anyukám, minimum 200 forintot. Na itt vagyunk a Szent István Bazilikában, ugye ez egy neoreneszánsz épület, gyönyörűen föl van újítva. A jelenlegi rendszer szerint itt tartanak nagyon előkelő állami esküvőket, gondolhatod, édesem. Csendet kérnek, azt most nem tudom biztosítani. Én követőnek, rajongónak kell, hogy mondjam, hogy mi történik. Egyébként Hilli József és Ybl Miklós tervei alapján épül meg ez az épület. Nagyon érdekes a története. Ugye 1838-ban nagy árvíz adott erre okot. Előtte itt a Hetz színház volt, bocsánat, nem templom, a Hetz színház volt a helyén. És az 1838-as árvízt követően egyébként nem csak neoreneszánsz, hanem neobarokka stílusa is. Ezt követően kérlek szeretettel és a legnagyobb tisztelettel itt egy kis dombocka volt. Na most ez a dombocka adott arra, folytatom tovább a mondandómat, adott arra szolgálatot, kérlek szeretettel és a legnagyobb tisztelettel, hogy azt mondják, hogy ennek van egy ilyen jelentőség, és építsünk ide egy templomot. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a Budapesten a parlamentennél magasabb. Egyébként társtemploma az esztergomi bazilika, ennek az épületnek gyönyörűen föl van újítva. Gyönyörűen, hát anyukám. Ott láthatod az orgonát, ugye mi volt a szinagoggal szemben, ugye itt egyébként lehet a templomban orgona. Most megnézzük mindjárt a főoltárt. Álomszép, mondom, neoreneszánsz és gótikus a stílusa. Ja, és mikor, hogy épült, várjál mindjárt azt, hogy mondom, most figyeljed itt a részleteket, anyukám. Most ide ledobom magamat, minden le van itt láncolva, nem nagyon üldögél el tele. Ott láthatod ezt a csodálatos orgonát. Ott van a nézeg, a Szent Koronánk ott van. Látod? Most itt próbálok ott. Most azt itt látod már. Most ami még nagyon érdekes, tehát ugye hol tartottam? Ja igen, hogy mit mondtam, Hild József ugye tervei alapján készül, aki egy klasszicista templomot álmodott meg, de közben meghalt. Na aztán elakadt az építkezés, ez megszűjjett, akkor újra kellett az egészet kezdeni. És már Sina Simon báró volt a nagy mecénás egyébként, aki ezt nagyon akarta, hogy ezt megépítsék, ezt a templomot. Ő az, aki lökte bele a lóvét. 1868-ban volt, azt hiszem, hogy az alapkőletétel, ha jól emlékszem. Lényeg az, hogy ugye a kiegyezés után kezdődik
meg a nagy építkezés, és akkor már Ybl Miklós átveszi a bazilikának a megépítését, ugye, és ő már azt mondja, hogy dehogy lesz ez klasszicista, anyukám, ez egy jó neoreneszánsz templom lesz, jó pufa vagy. És ezt követően egyébként elkezdődik az építkezés, gyönyörűen megépítik magát a kupola részt, megy az arányozás, amit te akarol, és később már csak, azt hiszem, 1905 november valahányadikán, most azt meg nem mondom, hogy mi, akkor avatják fel a templomot, és onnantól kezdve látogatható. Hát a második világháború alatt egyébként megsérül az épület, és a tornyokat ott újra kell renoválni, az egész tetőszerkezetet meg kell csinálni, úgyhogy utána idegben volt mindenki. Nagyon szép istentiszteletek voltak itt, ha jól emlékszem, Antal József miniszterelnök úrnak ugye a temetése is itt zajlott, ahol Mozart Requiemet szólalt föl az épületben. Hát még egy ilyen képet mutatok követőnek, rajongónak, mert tényleg csodálatos. Budapest szívében egyébként egy nagyon jelentős épületről beszélgetőre anyám is jól érzi magát, és gyönyörűen fiszelkedik a templomban, nézed meg. Ezt tudom most nektek nyújtani, nekem sajnos most mennem kell. Nézd meg a burkolatot, gyönyörű márvány az egész, hogy mondja, Réka, mindig elfelejtem, hogy Krisztus gyönyörű van, vagy álomgyönyörű, azt hiszem, azt kéne mondanom, hogy ez álomgyönyörű, és most már jövök ki, itt van a kizsarat, látod, volt egy bezsarat, hát ez óriási, amikor azt mondják, hogy adományoz, és ott áll, és nem enged be addig, amíg te nem adományozol halálidegbe. Itt láthatod a templom történetét, ezen itt végigmegyek veled, Ybl Miklós építész, átmeneti tervei, nem ő fejezi be, egyébként egy másik építész fog. Azt hiszem Kauzer József fejezi be a templomot, ez lesz a véglegesítése magának az épületnek. Érdemes ide eljönni, látnod, parancsolj, József Kauzer Interior Decoration Plan, és itt volt az Interior Decoration Plan, kérlek szeretettel és a legnagyobb tisztelettel, így nézett ki. Mondom, a parlament után Budapest második legmagasabb épülete, és az esztergomi bazilikával, az esztergomi bazilikával társ bazilikák, vagy stúb bazilikákban vannak. Gyönyörű az ajtó, már lököm is ki a fáradt testemet innen, kérlek szépen. Csodálatos az épület, a bejáratnál tudol ereklyéket venni, és egyébként lehet, nézd meg, mutatom neked, mibe kerül ez nekünk. Azt mondja, hogy a panoráma kilátó 2000 forint, csak panoráma kilátó, nyugdíjasként vagy diákként, ha te jövöl, már ilyenek az ár. Te figyelj ide, most ide nem tudok fölmenni, mert ugye második János Pál pápa, 1900-es innen, ugye itt ez a Szent István tér, és kilépsz innen, akkor látod, itt van egy régi épület, és érdekes mondani, ezt a rémkopantot ide húzták, valószínűleg ezt kibombázták a második világháború alatt, és azért került ide, de itt például egy másik gyönyörű neode, egy álom gyönyörű, hogy megint egy klasszikust idézek, neoreneszánsz épület van, és te itt jössz tovább. Itt meg tudsz a templom lépcsőjén körmöt lakozni, hogyha arra van időd, vagy energiád, percig ne aggódj, bármit tudod. Itt ki tudsz feküdni, érted? Egyébként Párizsban a Montmartre-nak a lépcsőjén láthatod ugyanezt. Mutatom még egyszer neked. Ez az a két torony, amiről beszéltem, hogy megsérültek a második világháború alatt. Kérlek, szeretettel is a most már jó magamat mutatom, mert halál jó nézek ki. Maszkba voltam, jöttem tétre helyre, befutóra menetelt az öreg Cila. Kérlek, szépen úgy, hogy most megrongyolok. Te követő rajongó, te most voltam ebédelni, voltam miattad a bazilikában, most meg két idősebb barátnőmet, érted, a névnapos Nadikát, most mindjárt meg is kérdezem, hogy van-e névnap akció, mert itt vagyunk a képzelni, és most ide a 20%-os kedvezmény van, én már itten ki is néztem magamnak egy szemüveget, csak most nem... Te, Nadika, névnapi kedvezményt nem kértél, csak kérdezem. 20%-ot. Ja, névnapi kedvezményt, 20%-ot adnak, most abban vagyunk, nézek. Tudod, ezt mondtam nekem, pupos a szemüveg, azért vigyázzál vele, mert lovettás. Nem is ez a lényeg. Hanem ez ilyen, tudod, lemezből, tudod, ez az LP lemezből készült. Tehát azért bakelit, na. Tehát ezek ilyen bakelit keretek, halál előkelő. És tényleg nekem mindez, az összes szemüveg, azt hiszem egy nincsen innen, nem kettő nincsen innen, és a másik, hát anyukám, tézzél rám, hát ez egy szemüveges egyszer. Milyen jól áll ez is, látod, hogy ilyen bakelit ez az ő... Most
kinéztem egy láncosat, nézzek, ez láncos, nem hagyod el, öreg Cilla. Hadd kérdezzem már meg, ez meddig van a 20%? Szombatig van. Most szombatig? Igen. És utána szájéba is raktak minket. Uh-huh. Mondjuk a most szombatig. Na hát ez van. Nézzem, ilyen jó, nézzem. Az a jó, ha nagy. Az jó? Tűj, de... Ezt még neked szoknod kell. Tudom, de hogy kicsit az a jó, úgy ha nézel nagy, ki? Vagy az, hogyha ilyen nagyon klasszikus. Hát ezek hatalmasak a te kis fejedre. Hát olyan kis szegér fejed van, anyám. Nem tudós fejem? Hát... Vagy ha kértő, nekem azt tetszik. Vagy tanár? Ez jó egyébként, ez nem rossz. A barna. Jó. Ez nagyon jó néz ki. Mutathatok egy cicásat is? Aha. Hadd segítsen már ilyen szület. Nézd meg, anyuka. Hát, hogy idősebbeknek már kell a szemüveg. Nézd meg, elég áll, pereg minden. És ezeket mind megnéztétek? Ezeket a bakeliteket? Például ez, Patricka? Nézzám meg, elnézzétek. Egy szavazást a Patricka. Megszavaztatom. Bontsad ki a hajad, modellkedj egy kicsit. Egyébként ez nem egy rossz keret. Te én olyan jó érzékkel nyúlok rá. Beszéljek egy kicsit a függvénytáblázatokról? Hát például arról, meg a gyerekeknek a környezetismereti óráikról, vagy millió ügy van, anyukám.